Köszöntelek benneteket! Izgalmas időszak elé nézünk, ugyanis egy részről nagy területen számíthatunk majd kiadós mennyiségű csapadékra, az éjszaka folyamán pedig egy-egy helyen akár az ég is megdörrenhet majd. Aztán vasárnaptól jön a téli fordulat, ugyanis érkezik a hideg levegő, amelynek hatására az esőt egyre nagyobb területen majd havas eső, illetve havazás váltja fel. A jövő hétre pedig megérkezik az igazán hideg levegő és erős éjszakai fagyokra számíthatunk majd. Jelenleg egyébként mediterrán ciklonok határozzák meg időjárásunkat. A most érkező mediterrán ciklon, amely az éjszakai időszakban vonul át felettünk, még enyhe levegőt szállít fölénk, viszont a holnap napközben érkező mediterrán ciklonnak a hátoldalán a tőlünk északra, északnyugatra felgyülemlő hideg sarkvidéki eredetű levegő, az fokozatosan megindul délfelé, és ez a fagyos levegő egyre inkább elárasztja majd a Kárpát-medence térségét is. Az előttünk álló éjszaka folyamán túlnyomóan borult lesz az ég, és kezdetben még sokfelé számíthatunk. Esőre, záporesőre, sőt néhol az ég is megdörrenhet. Aztán a hajnali órákra a csapadék az egyre inkább a déli, illetve a keleti részekre szorul majd vissza. A minimum értékek azok 1 és 10 fok között alakulnak, a délkeleti részeken számíthatunk a magasabb értékekre, ugyanis itt még délies széllel enyhe levegő érkezik fölénk, míg ezzel szemben az országnak a nyugati felében már északiasra fordul az áramlás, és néhány fokkal hidegebb levegő érkezik fölénk. Aztán holnap napközben lényegesen nem változik a hőmérséklet, ahogy láthatjátok is, legfeljebb 1-2 fokos emelkedés valószínűsíthető legalábbis átmeneti jelleggel, és a nap első felében nagyobb területen lesz majd egy csapadékszünet, illetve a felhőzet is elvékonyodik, szakadozgathat. Viszont kifejezetten a déli, illetve a keleti részeken még a délelőtti időszakban is előfordulhat időszakos, gyenge intenzitású eső. Aztán a nap második felében délnyugat felől megérkezik az újabb mediterrán ciklon, emiatt egyre nagyobb területen elered majd az eső. Egyébként holnap napközben már alapvetően az északias szél fog lengedezni egyre nagyobb területen, viszont aztán a késő esti órákban, ahogy északnyugat felől megindul a markáns lehűlés, úgy a szél is egyre inkább, egyre nagyobb területen erőre kap, és elsősorban a vasárnapi nap folyamán itt az északnyugati területeken már nagy területen viharossá is fokozódik. A megerősödő északias széllel pedig megkezdődik a hideg, fagyos levegőnek a beáramlása, ennek hatására pedig az esőt nyugat felől a vasárnapi nap folyamán egyre nagyobb területen havas eső, illetve havazás váltja majd fel, viszont fontos megjegyezni, hogy ezzel párhuzamosan nyugat felől fokozatosan szűnni fog a csapadék tevékenység, tehát még továbbra is elég bizonytalan az, hogy a csapadék, illetve a hideg levegő azok mennyire lesznek átfedésben egymással, mennyire tud kialakulni legalább átmeneti jelleggel egy kisebb hótakaró. A csúcsértékek a vasárnapi nap folyamán egyébként 0 és 10 fok között alakulnak, viszont az észak felől érkező hideg levegő hamar kiszorítja majd az enyhébb légtömeget, emiatt napközben fokozatosan csökken a hőmérséklet, és a délutáni órákban már inkább csak 0 és plusz 5 fok közötti értékek lesznek a jellemzőek. Aztán vasárnapig bezáróan nagy területen számíthatunk, ahogy már említettem is a videónak a legelején, kiadós mennyiségű esőre. Elsősorban itt egy délnyugati, illetve északkeleti tengely mentén van meg a legnagyobb esély arra, hogy 30 mm körüli, vagy akár ezt meghaladó csapadékösszeg alakuljon ki. A következő 1-2 nap folyamán egyébként lesz egy átmeneti, szárazabb időszak, majd ezt követően ismét megnő a csapadéknak a valószínűsége. A hőmérsékletben pedig egy markáns lehűlés lesz a tapasztalható, és a jövő hét nagy részén 0 fok környékén alakulnak majd a csúcsértékek, az éjszakai órákban pedig erős éjszakai fagyra lehet számítani. A elsősorban egyébként a derült, szélcsendes, illetve esetlegesen hóval borított részeken akár mínusz 10 fok köré is lehűlhet majd a levegő. Én ezzel most szeretném is megköszönni a figyelmeteket, ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok és tartsatok velünk legközelebb is. Én szép hétvégét kívánok nektek, sziasztok!